vastartalmú hártyáról van szó, amely megfelelő méret vastagság után leülepszik, és keletkezik mindig új. Érthető? És végén, amikor az egész tüngenség megszűnik, és ez kellő ideig tartott, és az ilyen vízből egy üderét van, és ott a leásnak, és akkor ilyen rétegben megtalálják az úgynevezett gyepvas ércet, ami ebből keletkezett, ennek a lerakódásából. Oké? Okay? Tehát a hegyekbe, mit tudom, sokkal, és akkor az előbb-utóbb a völgybe utat talál, és kivasasodik, hogy így mondjam. Ebből lehet látni ezt a tetejéről, ezt a hártyát. Kávéba, különösen teába a csersav csinál ilyet. Meg is tűnik a csersav, oké? Okay? Az is a kolloid mérete miatt. Tehát így alakul ki egy biológiai, ilyen reduktív közegben az úgynevezett gyepvas érc.